Hivatalosan is megnyílt Veszprémben az Örömhír Evangélikus Keresztjén Óvoda. A magyar kormány 1,2 milliárd forintos támogatásának köszönhetően egy teljesen új, három csoportszobás intézményt építhetett a helyi gyülekezet a korábbi korszerűtlen létesítmény helyére. Kiskacsa fürdi, fekete próba, fogja tetején áll két gólya, horom fekete szárnya tolla, hosszú a lába, hosszú a sása, kiskacsa fürdi, fekete próba. Bogja tetején áll négy tója, korom fekete szárnya tolla, hosszú a lába, hosszú a sása, kiskacsa fürdi, fekete tóba. Kezdhetjük ezt a beszélgetést úgy, hogy erős vár a mi Istenünk, és az épület is, mintha hajazna erre a gondolatra. Nekünk ez egy nagyon kedves és nagyon fontos köszönés is, és az evangélikus himnusznak a kezdősora, hiszen ez az egyik Zsoltárról, a 48. Zsoltárból való gondolat, amit Luther megzenésített, és tőle származik tulajdonképpen az Erősvár a mi Istenünk gondolat. Tehát fél évezred tekint ránk. Hát ha a Zsoltárt nézzük, akkor még sokkal több, akkor 3000, de Luther használatában már fél ezer, igen. Ennek az épületnek hosszú története van, hiszen annak idején egy forfa épület volt, amelyik bizony eléggé elhanyagolt volt. Mikor született meg az ötlet, hogy itt valamit kell csinálni, és talán lehet is csinálni? Ugye két dologról beszélünk, magáról az épületről, és magáról az evangélikus óvodáról. Az épületnek a története sokkal régebbi, mint az evangélikus óvoda gondolata. Ugye a rendszerváltás után indulhattak újra az egyházi intézmények, óvodák, általános iskolák, középiskolák javarészt. Nekünk evangélikusoknak a régi rendszerben, tehát a kommunista időben egyetlen egy iskolánk sem maradt, ami közoktatási intézmény lett volna, csak a Hittudományi Egyetemünk, vagy akkor még Evangélikus Teológiai Akadémia. És nekünk különösen fontos volt az, hogy legyenek evangélikus oktatási és nevelési intézményeink. És szépen fokozatosan a rendszerváltás után épült föl az oktatási hálózat, aminek ma már egy egész komoly csoportja van, és szolgálja a magyar közoktatást és a különböző városokban, falvakban az odajáró gyerekeket, illetve a magyar társadalmat. Itt Veszprémben 2011-ben indulhatott el az óvoda, az ötlet persze régebbi volt, és mi mondjuk így, hogy befogadtak bennünket egy régi épületbe, amelyik nem volt túl jó állapotban, de hálásak voltunk, hogy befogadtak bennünket, és hálásak voltunk azért a lehetőségért, hogy elindulhatott az óvoda, de mellette mindig ott volt az a gondolat, hogy szükség lesz arra, hogy valamilyen más épület, egy más, sokkal megbízhatóbb, működő, amelyik ki lehet fűteni, ami nem ázik be, és így tovább. Szóval sokat küszködtek a régi épületben, és annál nagyobb az örömünk most, hogy az evangélikus egyház és a magyar kormány között megkötött megállapodás értelmében ez az óvoda megépülhetett. Mik a tapasztalatai az ilyen típusú, tehát nem is ez az egyetlen egy evangélikus óvoda az országban, mennyire folyik és mennyire hatékonyan folyik a lelki képzés, a lelki nevelés? Hát azt mondhatom, hogy most már elég szép tapasztalatunk van az evangélikus oktatási és nevelési intézményekben, és azt mondhatom, hogy bár helyileg, meg az adott intézményekben van különbség, de összességében egy nagyon jól együtt dolgozó, egymás segítő hálózata van most már az evangélikus egyházban ezeknek az intézményeknek. Egymásnak tudnak tapasztalatokat átadni, ötleteket adni, nagyon komoly felügyeleti rendszer működik, és támogató rendszer, az igazgatóknak rendszeresen vannak továbbképzések, és így tovább. Tehát összességében egy nagyon szépen működő és szépen felépült rendszerről beszélünk. Püspök úr, mindazoknak a kedves szülőknek, akik most ott ülnek a televízió készülékevet, és remélem, hogy többen ülnek ott, mit javasol, hogyha majd beiratják a gyerekeiket a 2025-2026-os esztendőre?
Hát egyfelől örülünk annak, hogy most már gyönyörű külső környezetben, de az a reménységünk és az a tapasztalatunk, hogy egy értékes közösség várja azokat a gyerekeket, akiket a szüleik természetesen a legjobb helyre szeretnének küldeni, iratni. Szeretettel várjuk őket az Örömhír óvodában. Érdekes történet van ennek a beszélgetésnek, mondom a kedves nézőknek, hiszen amikor ez az óvoda elkezdte a működését, akkor is készítettünk egy interjút Rádóczi Ágnes intézményvezetővel, és most is. Hát a kettő között mennyi idő telt el? 13 év. Szép idő, és mik ennek a 13 esztendőnek a legfontosabb stációi, hogy maradjunk vallásos kifejezésnél? A legfontosabb stáció az az első év volt, amit közösen élhettünk meg az első csoport minden gyermekével és szülőjével. A legemlékezetesebb évünk ez volt. Ezek után mi minden következett, hiszen nagyon-nagyon szépen fejlődtek. Aztán az egy csoportunk kettőre, majd háromra gyarapodott, és lassan megismertük egymást kollégákkal, gyerekekkel, újabb és újabb hagyományaink alakultak ki, és talán megtölt egy kis lelki tartalommal is az itteni életünk. Ez nagyon fontos, köszönöm, hogy mondja, hiszen az evangélikus lelkészi hivatalon nagyon szoros kapcsolatot tartanak fönn. Nagyon jó a kapcsolatunk a fenntartó gyülekezettel. A lelkészeink mindenben támogattak minket. Lelkésztő hetente tart a gyermekeknek és felnőtteknek áhítatot, amit már várnak a gyerekek, nagyon szeretik ezeket a kis istentiszteleteket. Ezen kívül bibliai foglalkozásokat is tartunk az óvodában, amire szintén a lelkésznő készít fel minket. A végén mindenképpen említsünk néhány szót arról, hogy hogyan került a birtokukba ez a csodálatosan szép épület. A vágóképekből a kedves nézők bizonyára azt fogják mondani, hát akár lakásnak is elfogadnák. Hát régóta vártunk erre a csodára, és egy állami támogatásnak köszönhetően tavaly kaptuk a nagy örömhírt az Örömhír óvodába, hogy a mi óvodánk épül fel legközelebb, és most szeptemberben már birtokba is vehették a gyermekeink. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűneimet. Örökké való Isten, aki mindenütt jelen vagy és mindent betöltesz, kérünk, lakozzál közöttünk, új óvodánkban is, hogy a felnövekvő nemzedék napról napra gyarapodjék minden hasznos ismeretben. Erősödjék a benned való hitben, és a mindenek iránti szeretetben, szüleik örömére és a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Most itt állunk az óvodában, az új óvodában, ahol te még ugye ezen a helyszínen a régibe jártál. Hát mikor volt az, emlékszel még rá? Hú, egyébként pont most számoltam ki, hogy körülbelül 10 éve van már ez, úgyhogy 10-13 éve. Nagyon megváltozott, de a régi emlékek még mindig megvannak, úgyhogy ennek örülök. Szerettél ide járni? Nagyon szerettem, szerettem az óvónőket, a helyet, minden programot, én imádtam. Aha. Emlékszel még egyébként az óvodástársaidra? Hát nagyjából, de már nem nagyon tartjuk a kapcsolatot, de még vannak emlékeim, igen. És ha valaki azt mondja, hogy Veszprém evangélikus óvoda, akkor mi az első, ami úgy eszedbe jut? Azt, hogy minden kisgyereknek ide kéne járnia. Én nagyon szerettem, és szerintem ez a legjobb óvoda a környéken. Most azt mondják, hogy ilyenkor ezt illik mondani, de Rozika, te mit tapasztalsz? Tényleg így van? Így van, ezt teljes mértékben le tudom támasztani. Aha, egyébként valaki azt mondja, hogy egy óvoda jó, akkor mit lehet mondani, miért jó? Itt minden, ami egy gyereknek kell ahhoz, hogy fejlődjön, komolyodjon, beleszokjon az életbe, a világba, azt mind megkapja. A tanulást, a játékot, a pihenést, a szeretetet, a kedvességet, mindent.
Nekem azt mondták, hogy amikor óvodás voltam, rossz kisgyerek voltam, egy kislánynál ezt nem igen lehet mondani, de te milyen óvodás kislány voltál? Én szerintem nagyon aranyos, nagyon rendes, de akaratos. Igen? Igen. Az mit jelent, hogy nem igen akartál aludni délben, vagy mit csináltál? Én soha nem aludtam. Egyszer aludtam el, amikor mondták, hogy ne aludjak el. És hogyha valaki azt mondaná, hogy figyelj, most akarunk a gyerekünknek óvodát, hallottam, hogy jó ez az evangélikus óvoda, akkor te mit mondaná, hogy miért jöjjenek ide, miért válasszák ezt? Itt minden törődést megkap a gyerek. Egyrészt nagyon fontos, hogy a vallást is itt nagyon szépen adagolják a gyereknek. És itt olyan légkör van, olyan családias légkör, amit máshol eddig nem nagyon tapasztaltam. Olyan szerető óvónők, szerető pedagógusok vannak, olyan barátságos az egész óvoda légköre, hogy ezt nem lehet megkapni máshol. Megyünk a legkisebbhez. Feréke, figyelj neked, azt hiszem nem igen volt más választásod. Nem mehettél máshol, nem? A két nővérkéd idejött, neked muszáj volt idejönni, nem? De. Na és milyen most így visszanézve ez az óvoda? Nagyon megváltozott, amióta felújították. Mások a bútorok, azt látom, de egyébként mi más még benne? Hát az udvar, a berendezés. Ilyen jó cuccok, mind az udvaron vannak, régen nem voltak, mi? Nagyon nem. Visszajönnél? Vissza. Aha. De jó gyerek voltál egyébként? Na. Mondhatni. Ha most anyut, aput megkérdezem, ők is ezt mondják? Hát nem tudom, lehet. Az óvónénik mit mondtak? Szerettek téged? Igen. És te emlékszel rájuk? Egy-kétre. Aha. Hát mikor volt ez, hány éve? Te most hányadikos vagy? Negyedikes. Hát akkor mondjuk 4 éve. Négy. Anya, nem felejthetted el. Barátokra emlékszel, meg vannak még? 3. 3? Aha. Igen. Szerettél óvodába járni egyébként? Igen, igen. Aha. Jobb, mint a suli? Igen. Mesét mond az óvó néni, lesz majd otthon mit mesélni. Kertje is van meseteli, csupa mókával van a kezi. Menjünk, menjünk el oda,